Fényt, krizantémet, dalt, harmatot lelkemben vígan elringatok. Megszépül lassan, ami rég volt, de ez már októberi égbolt. Az októberi égbolt alatt új élmények aranylanak Biatorbágyon. Elsején, a zenevilág napján, az Erkel Ferenc Kamarazenekar és a Jazzation a Cappella együttes faluházbeli hangversenyén felcsendül Antonio Vivaldi a Négy évszak című hegedű versenysorozata. 7-én az idősek napja alkalmából is muzsikával köszönti a város tapasztaltabb, éltesebb polgárait. 16-án a faluházban Éles Gábor triója és Manoja Hódosi Enikő koncertezik. 18-án Pilinszky János szólal meg két hangon, Szívárnyékban. 21-én Bánkövi Gyula és Hollós Máté zeneszerzők estjén hajlik ének az Ajkakon. 2-án a Soul Breakers, 30-án a Los Orangutanes koncertje vidámítja őszre hangolt lelkünk. 10-én színekkel, kelmékkel kísérletezhetnek a családi szombat textilfestés foglalkozásán résztvevők a faluházban. Kis Baranyin és Szilágyi Dóra művésztanár alkotásainak pasztelljei, finom légies formái örök tavasszal ágyítják a világot. Kiállítása október 15-én látható a Juhász Ferenc Művelődési Központban. 20-án Néder Norbert gondolatszínházában bögre kocsin utazhatunk a tárgyi emlékek és gondolatok 5000 éves világába. Víruskészültség van, gondolataink sűrűn forognak az egészség, betegség, fertőzés körül. 11-én szűrőkamionok gördülnek a főtérre, a családi egészségnapra, ahol életmód és egészségmegőrző tanácsokat is kaphatunk. Az élet sosem fekete-fehér, a saktáblán sokszor egyszerűbb a következő lépést megtenni. Az Életakadémia október 8-i vendége Ruip János, a Viadukt SE sakszakosztályának vezetője utakról, elágazásokról, döntésekről mesél. A Tehetséges emberek rögös útja kerül a Családgarázs Filmklub 27-i beszélgetésének fókuszába. A kiinduló pont Mark Webb Tehetség című filmje. Az 1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett ünnepi megemlékezés 23-án 4 órakor a Biai országzászlónál kezdődik, majd 5 órától a Faluház ünnepi műsorával folytatódik, felidézve az egykori hősöket és áldozatokat. Évekkel később másként, árnyaltabban gondolunk majd a mostani vírus uralta helyzetre is. A Karikó János könyvtár időkapszulát készít, várja a gyerekek jelentkezését. Szemezgetőnkbe ennyi fért. Reméljük, pandémia is úgy akarja, hogy ne maradjanak el a programok, és mindenki talál kedvére valót októberben is.